Rendőrök az erdőben, a Trippammer-fa körüli területen gyülekeztek a Baranyai Főkapitányság munkatársai. Együttműködést kötöttek az erdészettel, hogy felhívják a figyelmet az erdők megmentésére, a környezet védelmére. A mecsek, a környezet az az örökségünk része, nem magunknak őrizzük elsősorban, hanem a jövő generációjának. És köszönöm szépen a kollégáknak, hogy ilyen szép számmal eljöttek és részt vesznek ebben a közös tevékenységben. Célunk az, hogy ezt a részt rendbe tegyük, összegyűjtsük a szemetet és megmutassuk az embereknek, hogy rendezett környezetben, kultúráltabban és még szebb környezetben tudnak kirándulni. Elsőként azonban két fát ültettek az egyenruhások. Majd gumikesztyűt húzott a főkapitány is, és kollégáival elindult, hogy megtisztítsa a Trippammer-fa környéki területet. Az erdő egy társadalmi ügy, és minden szereplő, aki az erdő gondozásába, megóvásába beszáll, az nekünk segítség. Különösen akkor, hogyha egy közszereplőkből álló testület áll mellénk, és egy olyan ügyben, ami napjainkban azért elég súlyosan nyomasztja, különösen a város környéki erdőket, ez a szemét. Ezt mondta a rendőrséggel megkötött együttműködésről az erdészet vezetője. Ez pedig az a tábla, amelyik kikerült az egyik csemete mellé. A felirat szerint ez a Baranya megyei rendőrök fája. A másik pedig az életfája nevet viseli. Ez a koronavírus elleni küzdelem jelképe Nógrád megyei mintára. Egyébként Trippammer Károly erdőmester volt, aki a róla elnevezett fára menekült fel egy sebzett vatkan elől, hogy az életét mentse. Most a rendőrök védik az erdőt, hogy a fák megmaradhassanak unokáinknak, és segítsenek az egészségesebb környezet kialakításában, mondták az együttműködésről.